Sziasztok, Zsuzsák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Tulajdonképpen számunkra igazából a 6 pont jelentheti a biztos második helyet, amit nyilván nagyon nehéz elérni. Tisztában vagyunk, hogy a legutóbbi világbajnokság döntős csapata otthonában kellene a győzelmet kivívnunk, és papírforma szerint erre kicsi az esély, de azt a keveset nagyon szeretnénk a kezünkbe tartani. Ez egy rendkívül speciális helyzet, gondolom a Szabics Imrére gondol a kérdező. Egy nagyon speciális helyzet az Imre helyzete. Volt még benne a saját bevallása szerint is még legalább 2 jó év, de egy olyan ajánlata volt, és olyan a szerződésben is biztosított lehetősége volt az Imrének, hogy hosszú távon tudja a Grazba tartani a családját egy futballban való tovább dolgozás kapcsán, úgyhogy ő ezt nem szerette volna elmulasztani, nem akart vándorbotot venni ismét a kezében, hiszen már családja van, úgyhogy nem vállalta a különböző országok csábításait, azt hiszem Dániában is volt lehetősége. Nem szabad elítélni azért a döntésért, a családja érdekében hozta. Mi mindig többes számban beszélünk, ha a csapat veszít, az általában inkább az edzői, a győzelem a játékosoké. Úgyhogy én ezt az önkritikus elemzést természetesen megtettem, megtettük mi a szakemberek is. Voltak hibák, amit elkövettünk, nem csak a román mérkőzés felkészítése kapcsán. Túl nagyokat azért az elmúlt, mondhatom, évtizedben nem nagyon követtünk el. Aprókat igen, ami elég egy vereséghez időnként. Ami nagy dolog, hogy ebből a 3-0-ás vereségből egy egészen magas fordulatszámú győzelmet tudott elérni a csapat, rendkívül koncentráltan, jól játszva rúgott 5 gólt egy 2 évvel ezelőtt még playoff mérkőzést játszó észteknek. Én úgy érzem, hogy ebben a csapatban van tartás, nem adtuk meg magunkat, semmi a stáb, sem a játékosok, és ha felettetni nyilván nem lehet egy bukaresti mérkőzés vereségét, de az a hozzáállás, amivel a játékosok, és az a játék, amivel a játékosok 5-1-es győzelmet értek el, az önbizalmunk, a hitünk nem tört meg, és mi a magunk módján el is fogunk követni mindent az utolsó 2 mérkőzésen, hogy azt a fajta előrehaladást, amit mondjuk a FIFA ranglistán elért ez a csapat, ezt töretlenül meg tudjuk tartani, vagy tovább tudjunk ebből lépni. De természetesen megvan az összes holland mérkőzésünk, és elemezzük mi több a holnapi nap folyamán. Erről majd fogunk is beszélni a játékosokkal, képanyaggal, összevágott anyaggal természetesen meg tudjuk erősíteni a pozitív és a negatív történéseket, amiket majd nyilván szeretnénk kijavítani a soron következő pénteki mérkőzésen. Tisztában vagyunk az értékekkel, azt is, hogy most jelen pillanatban hol állunk, meg azt is, hogy a hollandok jelen pillanatban hol állnak. Ehhez próbáljuk meg azt a taktikát, azt a összeállítást péntekre megalkotni és begyakorolni a játékosokkal, amivel eredményesebbek tudunk lenni a védekezésben, hiszen azért sok gólt kapunk a hollandoktól. Szeretnénk a támadó harmadban minél többet megjelenni, és azt a nagyon kevés hibát, amit találhatunk az ő védekezésünkben, erre rájátszani. Megint ugye idegenben, megint nagyon sok ember előtt, és megint a kezünkben van sorsunk, persze sokkal nehezebb, mint a már kell játszani, de mi érdekel a kapitányokat, tudnak erre készülni, hogy ezt fejben is bírják? Igen. Kétségtelen, hogy az a hangulat, ami Bukarestbe érte a játékosokat, az egy egészen különleges hangulat volt. Tehát ott annyi negatív energia volt, és olyan, mondhatom azt is, hogy gyűlölet a játékosokkal szemben, amit sajnos nem tudtunk megoldani. Nyilván a mi felkészítésünkben is kerestük természetesen a hibát, bár nagyon sok mindenről beszéltünk ennek kapcsán. De a tény az, hogy ez sokkal inkább megzavarta a csapatot, és összességében a játékosok döntő többségét ez okozhatta ezt a vereséget számunkra.
Én azt mondom, hogy az amszterdami arénában viszont hozzáértő, futballt szerető 50 ezer emberrel fogja szembe találni magunkat, és én azt mondom, hogy ebben a hangulatban öröm játszani, még akkor is, hogyha egy esélyesebb csapattal szemben, egy nagyon kulturált futballt felvonultató holland válogatottal szemben, én azt mondom, hogy minden játékosnak örömmel kell a pályára lépni, és én hiszem, hogy ez a játékunkban sokkal inkább meg fog jelenni, mint ahogy ezt Bukarestbe tudtuk megoldani. Így utolsó kérdésre van lehetőség. Azt szeretném kérdezni a kapitányoktól, hogy milyen holland válogatottra számít, amelyik egy kicsit talán fejben már kiengedett, mert kvalifikálta magát a világbajnokságra, vagy éppen ellenkezőleg, mert a fiatalok harcolnak a csapatba kerülésért, illetve a riói kiutazásért. Magyarán azért ők még azért találnak motivációt. Tehát azt hallottam, hogy nép ünnepére készülnek, mert az utolsó hazai meccs, és szeretnék a közönséget kiszolgálni. Hát a hollandoknál minden mérkőzés népünnepé, akkor is, amikor Európa-bajnokságon leszerepeltek, vagy legalábbis nem az elvárásnak megfelelően játszottak, a szurkolóikat minden esetre buzdították, és tisztelték a játékosaikat, mondhatnám azt, hogy népünnepé volt még egy vereség kapcsán is. Ez az egyik észrevételem, a másik pedig, hogy egész biztos vagyok benne, hogy profi, komoly, mondhatnám a támadó szekcióban a világ legjobb játékosait felvonultató holland válogatott mindig a képességei legjavát szeretném megmutatni, pláne együtt szeretne ünnepelni a közönséggel, vagy együtt szeretné ünnepelni a közönséggel a világbajnoki részvételt. Úgyhogy én egy nagyon jó holland válogatottra számítok, akikkel szemben nagyon nehéz dolgunk lesz, de még egyszer mondom, én nagyon bízom, és el is követünk mindent, hogy a játékosok valóban úgy menjenek ki, hogy ez egy nagyszerű lehetőség megmutatni a képességeink maximumát, hogy ez mihez lesz elég, majd természetesen kiderül a mérkőzés folyamán.